honvédelmi sportközpontok épülnek a megyében, Újfehértón és Kisvárdán is kialakítanak állami lőtereket egy országos beruházás keretében. 2018 az adócsökkentés éve, csökkennek a vállalkozások és a lakosság adó terhei, illetve az adózást érintő jogszabályok egy része is módosult január 1-től. Beruházások Pócs Petriben közel 100 millió forint értékben valósulnak meg egészségügyi és energetikai fejlesztések a településen. Több mint 17 milliárd forintból 16 honvédelmi sportközpontot építenek országszerte. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Két Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település is érintett abban a beruházásban, melynek keretében honvédelmi sportközpontokat létesítenek, így Újfehértón és Kisvárdán is kialakítanak állami lőtereket. Ezek célja, hogy önkéntes alapon a társadalom minél szélesebb rétegét bevonják a honvédelmi nevelés programjába. Most még üresen áll ez a 25 ezer négyzetméteres terület Újfehértó szélén. A jövőben itt épülhet fel a honvédelmi sportközpont. A kormány az országos szintű beruházást egy december 28-án kelt kormányrendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánította. Összesen 17,5 milliárd forintból 16 településen alakítanak majd ki ilyen létesítményeket. Augusztus közepén kapott az önkormányzatunk egy megkeresést a honvédelmi miniszter úrtól, hogy kormánydöntés alapján több településen szeretnének honvédelmi sportközpontokat létesíteni. Ehhez kerestek partner önkormányzatokat. A megkeresésnek a lényege az volt, hogy az önkormányzatoktól várták, hogy a levélben felsorolt paramétereknek megfelelő területet, lehetőleg 2-3-at, ha úgy gondolják, hogy beszállnak ebbe a történetbe, akkor ajánljanak föl. Ilyen feltétel volt például, hogy a felajánlott önkormányzati telek könnyen megközelíthető és közművesített legyen, de viszonylag távol helyezkedjen el a lakott területtől. Újfehértón a két felajánlott telek közül végül ezt a Dorogi út mellettit választották a szakemberek. Ez a terület a temető után és a szennyvíztelep előtt van, több mint 2 kilométerre a lakott területtől. A létesítmény nem iskolai keretek között, hanem szabadidős tevékenységként ad lehetőséget a szervezett sporttevékenységekre. Ez áll a Honvédelmi Minisztérium MTI-hez eljuttatott közleményében. A célok között szerepel még a sportlövészet széleskörű megismertetése, valamint a biztonságos és szervezett keretek közötti gyakorlása, illetve lehetőséget biztosít a honvédelmi szempontból is kiemelten fontos sportágak edzéseire, ilyen például a vívás, a küzdősportok és a lövészet. Azt tudni kell, hogy magában a beruházásban az önkormányzat közvetlenül nem vesz részt. A beruházást a MSK, illetve a BMSK bonyolítja a kormány megbízásából. Önkormányzatunknak az a feladata, hogy kössön egy együttműködési megállapodást a Honvédelmi Minisztériummal, és a szükséges területet ajánljuk fel a magyar állam számára ingyenesen. Ez megtörtént a önkormányzat részéről. Ezt követően, ha megvalósul a beruházás, a honvédelmi miniszter úr fogja kijelölni az üzemeltető szervezetet. Újfehértó mellett Kisvárda is bekerült a beruházás első ütemébe. Megfelelő terület felajánlás után ott is kialakítanak majd egy honvédelmi sportközpontot. A két Szabolcs megyei településen kívül további 14 helyszín érintett még a beruházásban. Többek között Balassa, Gyarmaton, Kecskeméten és Zalaegerszegen is létrehoznak majd hasonlót. Csökkennek a vállalkozások és a lakosságadó terhei is 2018-ban. A csökkenés összege akár a 300 milliárd forintot is elérheti. Több terméknek csökken az áfája, módosulnak a járulékok, és a kétgyermekes családok is kapnak kedvezményeket. Az adózást érintő jogszabályok többsége szerepelt a 2018-as költségvetési tervezetben, de január 1-től több ponton is történtek kisebb változások. 2018. január 1-től az 5%-os áfakörbe tartoznak a fogyasztási célú halak, a házi sertésvágási melléktermékei és a belsőségek, valamint az éttermi szolgáltatások és az internet is. A két gyermekeseknek segítség, hogy a szülők adókedvezménye 35 000 forintra emelkedik. A jelzálók hitellel rendelkező családok a harmadik és minden további gyermek után 1-1 millió forintot leírhatnak tartozásukból, valamint a diákhitel tartozással rendelkező nőknek két gyerek esetén a tartozás 50, három vagy több gyermek esetén pedig az adósság 100%-át elengedik.
Az ingatlanokat kiadók is örülhetnek. A Nemzetgazdasági Minisztérium közlése szerint kevesebb járulékot kell fizetniük azoknak, akik kiadják lakásukat. A bérbeadásból származó 1 millió forintot meghaladó jövedelme után senkinek nem kell 14%-os egészségügyi hozzájárulást fizetni, mindössze 15% SZIA terheli az ingatlan kiadást. Az évi átalánydíja továbbra is 38.400 forint szobánként. Az intézkedés 3 milliárdot hagy a lakáskiadóknál. Az adóbevallást is több változás érinti. Megszűnik a munkáltatói adó megállapítás, a magánszemélyek már csak kijavítani vagy kiegészíteni tudják az adóhivataltól kapott tervezetet. Az őstermelőknek is segít ezen túl a NAV, így ettől az évtől már csak az egyéni vállalkozók azok, akiknek egyedül kell elkészíteniük az adóbevallást. További változás, hogy január 1-től az egyházi 1% automatikusan átutalásra kerül annak az egyháznak, amelyiknek előző évben történt az utalás mindaddig, amíg az adózó meg nem változtatja ezt. Egységessé válik a SZOCHO, az EHO és az ECHO mértéke is, mindegyik 19,5%-ra módosul. Ez közel 200 milliárd forintot hagy a vállalkozásoknál. 2018-tól már az ügyvédi irodák is választhatják a kisadózó vállalkozások tételes adóját, vagyis a katát. Viszont már nem minősül főállású kisadózónak az a magánszemély, aki nappali tagozatos hallgatóként tanulmányai mellett vállalkozói tevékenységet folytat. Így ő a közteherfizetési kötelezettségét 25 ezer forintos adótétel megfizetésével teljesítheti. A kisvállalati adó mértéke 13%-ra csökken. Ez az intézkedés 15 ezer céget érint, akiknél így közel 2 milliárd forintot hagy a Nemzetgazdasági Minisztérium. Közel 100 millió forint értékben valósulnak meg egészségügyi és energetikai fejlesztések Pócs-Petriben, emellett a település szabadtéri rendezvényeihez kulturális tér kialakítása és az önkormányzat 111 éves épületének emlékhelyi nyilvánítása és felújítása is szerepel a 2018-as tervekben. Több pályázatot is benyújtott 2017-ben Pócs-Petri önkormányzata. Az egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztésén kívül a területi és településfejlesztési operatív programban is sikeresen pályáztak. Ennek köszönhetően az egészségügyi központ felújítása mellett az idősek otthonának energetikai korszerűsítése is megkezdődhet 2018-ban. Két pályázatot nyújtottunk be területi és operatív program keretén belül. Egészségügyi alapellátásra nyújtottunk be, erre 60 milliót nyertünk, illetve energetikai program keretén belül 39,5 milliót nyertünk egy bentlakásos idősek otthona energetikai felújítására. Folyamatban van jelenleg az egészségházunk felújítása, teljes gépészet, tető, külső szigetelés. Nagyon ráfért 60-as évek végén épült ez a épület, kimondottan erre a célra. Nagyon ráfért nyilázárok, elavultak, korodáltak a belső csővezetékek. Most minden megújul, és bízunk benne, hogy ismét több évtizeden keresztül szolgálja Pócs-Petrinek az egészségügyi alapellátását. A tervek szerint a polgármesteri hivatal épülete is megújul meg 2018-ban. A település 1906-ban épült kastélya egy emlékezetes esemény színhelye volt. 1948-ban a katolikus iskola államosítása ellen tiltakoztak a templomból kijövő hívek, amikor az ellenük kivezényelt rendőrök egyike dulakodás közben életét vesztette. A települést ezek után számos megkurcoltatás érte. Beadtuk a Nemzeti Történelmi és Emlékhely Bizottsághoz történelmi emlékhely nyilvánításra ezt a épületet, az jóvá is hagyta, kormány döntésére várunk, hogy mikor kerül ez kinyilvánításra. Ezzel az épülettel kapcsolatban szeretnénk egy teljes körű felújítást, mert rendszerváltás után 91-ben lett egy olyan felújítás, hogy megfeleljen egy önkormányzat épületének, de most már elhasználódtak nyilázárok, külső szigetelést, illetve a hátsó parkba szeretnénk közösségi teret kialakítani fiataljaink, civil szervezeteink részére. 8 civil szervezet működik településen, hál' Istennek, nagy összefogással és együttes munkával, tehát tudunk előre lépni, segítik az önkormányzat munkáját, oda-vissza az önkormányzat is segíti az ő tevékenységüket. A tervek között szerepel egy szabadtéri kulturális tér kialakítása is, színpaddal, nézőtérrel, a minél színvonalasabb rendezvények megrendezésére.
A Jobbik bemutatta Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6-os számú választókerületének 2018-as országgyűlési képviselőjelöltjét Nyíregyházán. A 36 éves, 3 gyermekes Kéz Géza 2011 óta aktív tagja a közéletnek, politikai pályafutása ekkor kezdődött Kárpátalján. Jelenleg Kálósemjénben él és történelemtanárként dolgozik, felesége református hitoktató. A Jobbik programjának alapvető koncepciója, hogy virágzó és élhető településeket alakítsanak ki, ehhez illeszkednek az új képviselőjelölt elképzelései is. Rengeteg problémával szembenéző térség, Nyírbátor, Nagykálló és ez a tágabb értelembe vett környezete, szinte mindegyik probléma, ami országos szinten is jelentkezik, az itt halmozottan, súlyosan érzékelhető, akár az elvándorlás, a falvaink elnéptelenedése, a munkanélküliség, a nyugdíjasokkal kapcsolatos problémák, tehát hogy az egyedül maradt nyugdíjasok biztonságérzete rohamosan csökken. Aztán ugyanúgy a település képpel, az oktatással kapcsolatos problémák, mind-mind, ami az országos médiában is megjelenik, ezek ebben a régióban hatványozottan érezhetőek, és hát az a koncepciónk, hogy nem egyesével lehet ezekkel foglalkozni, mert valóban egy rendszer szintű hiba eredményei. 2018-ban először emel üzemanyagárat a MOL. Pénteken a benzin literenkénti ára bruttó 2 forinttal, a gázolai pedig bruttó 4 forinttal emelkedik. Ezzel a változással a benzin átlagára 360, míg a gázolaj átlagára 373 forintra nő az év első hetében. Az autósok akár 50 forintos különbséget is tapasztalhatnák a töltőállomások árai között. Versenyképes nyelvtudás és emelt szintű informatika órák, ezeket kínálja a diákok számára Nyíregyháza legújabb gimnáziuma. A Leonardo Media Akadémia már 12 éve működik, 2018. szeptember 1-től pedig nappali rendszerű gimnáziumi oktatást is indít. Az első évben leendő 9. és 10. évfolyamos diákok jelentkezését várja az intézmény. Itt a Bátori utcában indul szeptembertől a Leonardo Media Akadémia 4 osztályos gimnáziumi képzése. Most leendő 9. és 10. osztályos tanulók jelentkezését várják. 2018. szeptemberében 2 évfolyamon 1-1 osztályt szeretnének indítani, a későbbiekben évfolyamonkénti 2 osztályt terveznek. A diákok 18 fős csoportokban tanulnak majd, egy osztály létszáma pedig 36 fő lesz. A Leonardo Media Akadémia már 12 éve jelen van a szakképzésben. Mindazokat a tapasztalatokat, amit az elmúlt években mi szereztünk a szakképzés területén, azt mi kamatoztatni fogjuk itt a nappali rendszerű gimnáziumunkban, ahol egyéni kompetencia alapú oktatást, digitális kompetencia alapú oktatást fogunk megvalósítani. Szondi Zsolt, az intézmény igazgató helyettese azt is kiemelte, a gimnáziumban kiemelt szerepet kap az angol és német oktatás. Ezt a tudást anyanyelvi tanároktól sajátíthatják el a diákok. Emelt szintű lesz az informatika képzés, valamint a mozgókép és média ismeret is. Céljuk, hogy kialakuljon a diákok digitális tanulási képessége. Ennek érdekében a tananyagok egy része is digitálisan lesz elérhető. Mérföldköveket is kijelölt az intézmény, 10. osztályban ECDL, 11. osztályban pedig középfokú nyelvvizsgát ígérnek a diákok számára. Szükség esetén pedig kollégiumi ellátást is biztosítanak a tanulóknak. A gimnáziumba jelentkezőknek nem kell írásbeli felvételi vizsgát tenni, és a tanulmányi átlag sem kifejezetten mérvadó. Egy elbeszélgetésen hallgatják majd meg a diákok elképzeléseit. A felvétel alkalmával nem határoztunk meg ilyen szintet. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen személyiségek fognak hozzánk jelentkezni, és belőlük azokat a kreatív egyéniségeket fogjuk kiemelni, amit fontosnak tartunk, hogy megjelenjen a tanulásuk során. Az intézmény a testnevelés órára és a sportolásra is nagy hangsúlyt fektet. Utóbbi érdekében a Leonardo együttműködést kötött a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei természetjáró szövetséggel, így különböző túrákat és táborokat is szerveznek majd a diákok számára. Január 4-e a Braille írás világnapja. Arról, hogy Magyarországon mennyien ismerik a speciális írást, hamarosan, előtte azonban nézzük a híradó további témáit.
Külföldi körúttal kezdi az évet a Fátum Nyíregyháza női röplabda csapata. Előbb január 5-én és 6-án Szlovéniában, a Közép-Európa Ligában lesz fellépése a csapatnak, majd Belgiumba utaznak, ahol január 10-én a CEV kupa visszavágóját játsszák. Nem sokat pihenhetnek az Aqua Ese vízilabdázói, hiszen január 6-án szombaton tovább folytatódnak a vidékbajnokság küzdelmei. A gyerek második korosztály hazai környezetben, míg a serdülők idegenben kezdik meg a 2018-as szereplést. Január 4-e a Braille írás világnapja. Magyarországon közel 80 ezer látássérült ember él, közülük csupán 20 ezeren ismerik a Braille írást. Sokan, főleg a fiatalok már a számítógépes programokat és a hangos könyveket veszik inkább igénybe. A 6 pont alapú speciális írást jóformán csak azok tanulják meg, akik az olvasás élménye miatt használják. A Braille írás egy speciális technikát alkalmazó ABC, amely a vakok és gyengénlátók számára teszi lehetővé az olvasást. Ezt a módszert eredetileg Napóleon rendelte a hadseregnek, hogy a katonák sötétben fény nélkül is tudjanak kommunikálni egymással. Ezt azonban túl bonyolultnak találták és elutasították a használatát. 1821-ben mégis ezt alakította át a francia Louis Braille a vakok számára. Ma már minden országnak külön Braille ABC-je van. A Braille írásnak 6 pont az alapja, 6 pontnál több soha nem lehet a kinyomtatott papíron, 6 pontnál kevesebb, és az ABC betűjét meg kell tanulni a különböző pont értékekkel a látássérülteknek. A speciális pont, speciális nyomtatóval készül ez a Braille írás, és megvan szabva nemzetközileg, hogy ezeknek a pontoknak milyen magasak lehetnek a milyen magas lehet a pont magassága, és egymástól milyen távolságban helyezkedhetnek el. És ez alapján ők ki tudják tapintani az ujjaik segítségével a különböző betűket, karaktereket. A vakok és gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete egy hangszigetelt szobában rendszeresen nyomtat 2 folyóiratot. A Szemezgető című 2 havonta megjelenő lap egyesületi híreket tartalmaz, az Egészséger pedig egészséggel kapcsolatos cikkeket, és ez negyed évente jelenik meg. Ezeket országosan 150-en, a megyében pedig mindössze 4-en rendelik meg rendszeresen. Egy jólátó embernek nagyon nehéz megtanulni, meg aki felnőttként veszíti el a látását, neki is nehézségeket okoz, mert főleg nagyon sokan cukorbetegség kapcsán veszítik el a látásukat. Tudjuk, hogy az inzulin kezelést folyamatos cukormérés követi, emiatt az ujjai hegye van keményedve, nem érzékeli úgy a pontok magasságát, vagy pedig nagyon sok idős ember fizikai munkát végez, ami következtében megint az ujjai nem olyan kifinomultak, hogy ezeket a pontokat ki tudják tapintani. Úgyhogy szerintem ezért nagyon nehéz, aki felnőttként kezdi el tanulni a Braille-írást, nagyon nehéz megtanulni. A Braille-írást olvasni tudóknak minden évben versenyt rendeznek Nyíregyházán, ahol időre kell egy ismeretlen szöveget elolvasniuk a látássérülteknek. Idén tavasszal 13. alkalommal fogják megrendezni a 2 napos eseményt. Külföldi körúttal kezdi az évet a Fátum Nyíregyháza női röplabda csapata. Előbb január 5-én és 6-án Szlovéniában, a Közép-Európa Ligában lesz fellépése a csapatnak, majd Belgiumba utaznak, ahol január 10-én a CEV kupa visszavágóját játsszák. Külföldi turnésorozattal kezdődik a Fátum Nyíregyháza női röplabda csapat 2018-as éve. Elsőnek Mariborban a Közép-Európai Liga állomásán 2 szlovén csapattal mérik össze erejüket. De ezután sem lesz pihenés, alig néhány nappal később újabb nehéz mérkőzés vár a csapatra, emelte ki Horváth András, vezetőedző. Közép-Európa Liga mérkőzésünk lesz holnap-holnap után, ezt követően 10-én kint játszunk Belgiumban a Beveren csapatával, utána bajnoki és magyar kupa mérkőzéseink vannak, és a legutolsó mérkőzésünk ebben a hónapban, az pedig Ausztriában lesz Bécsben, az is egy Közép-Európa Liga mérkőzés, illetve 2. Nehéz meccsek várnak a női röplabda csapatra, hiszen mind a hazai, mind a nemzetközi rivális csapatok kemény ellenfélnek bizonyulnak. Horváth András kiemelte, a külföldi csapatok mind bajnokságaik első és második helyezettjei, a belga csapat pedig az eddigi években szinte végig a BL főtábláján szerepelt. Bár vannak a csapatban sérülések, mindent megtesznek azért, hogy sikerrel térjenek haza.
Sérülésünk van, két sérült játékosunk van, ők már hosszabb ideje rehabilitáción vannak, remélhetőleg most már hamarosan csatlakoznak újra a kerethez. A többiek egészségesek, jó állapotban vannak, minden mérkőzésre külön kell készülnünk. Az eddigi időszakban, ugye az alapszakaszban az volt a célunk, hogy az első három helyen végezzünk, hogy extraliga csoportba menjünk be, ez sikerült. Azt az időszakot erre áldoztuk fel. A nyíregyházi közönség legközelebb január 14-én láthatja a nyíregyházi röplabda csapatot hazai pályán, a Continental Arena küzdőterén a Kaposvár csapata ellen. Nem sokat pihenhetnek az Aquaese vízilabdázói, hiszen január 6-án szombaton tovább folytatódnak a vidék bajnokság küzdelmei. A gyerek második korosztály hazai környezetben, míg a serdülők idegenben kezdik meg a 2018-as szereplésüket. Nem sok pihenője volt a nyíregyházi Aquaese vízilabda csapatának. Az edzések a két ünnep között sem maradtak el, hiszen január 6-án szombaton tovább folytatódnak a vidéki bajnokság küzdelmei. A 2004-es korosztályú csapat hazai környezetben, míg a serdülők idegenben kezdik meg 2018-as szereplésüket. Szombaton hazai medencében játszanak a 2004-es gyerekeink. Szolnok, illetve a Kolozsvár együttesével találkozunk. Remélem, hogy mind a két meccset meg fogjuk nyerni. Illetve Debrecenben a serdülők találkoznak, ott egy nagyon kemény mérkőzés vár ránk a Szabadka ellen, illetve játszunk még egy úgymond kötelező meccset a Bajával. A 2017-es bajnoki évtől sikeresen búcsúztak az Aquaese csapatai. A serdülő a negyedik, míg a gyermekcsapat az ötödik helyről várja a januári folytatást. Két ünnep között is edzettünk, tehát túl sok pihenő nem volt, és már tegnap edzést tartottunk. Sérülés hál' Istennek nincsen, tehát teljes csapattal tudunk kiállni, és én nagyon remélem, hogy mind a serdülők, mind a 2004-es csapatunk eredményesen fogják ezt a hétvégét zárni, és minden meccset megnyerünk. Szombaton a 2004-es korosztályú csapat a Sóstói úszodában a Szolnok és a Kolozsvár csapataival játszik bajnoki meccset, a serdülők a Civisváros úszodájába szerepelnek ugyanezen a napon, ahol a Baja és a Szabadka csapatát kell legyőzni ahhoz, hogy tartani tudják a tempót a listavezető Debrecennel. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Több mint 17 milliárd forintból 16 honvédelmi sportközpontot építenek országszerte. A települések között két Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei is szerepel, így Újfehértón és Kisvárdán is kialakítanak állami lőtereket. Ezek célja, hogy önkéntes alapon a társadalom minél szélesebb rétegét bevonják a honvédelmi nevelés programjába. Csökkennek a vállalkozások és a lakosság adóterhei is 2018-ban. A csökkenés összege akár a 300 milliárd forintot is elérheti. Több terméknek csökken az áfája, módosulnak a járulékok és a két gyermekes családok is kapnak kedvezményeket. Az adózást érintő jogszabályok többsége szerepelt a 2018-as költségvetési tervezetben, de január 1-től több ponton is történik kisebb változás. Közel 100 millió forint értékben valósulnak meg egészségügyi és energetikai fejlesztések Pócs-Petriben, emellett a település szabadtéri rendezvényeihez kulturális tér kialakítása és az önkormányzat 111 éves épületének emlékhelyi nyilvánítása, valamint felújítása is szerepel a 2018-as tervekben. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták január 4-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Folytatódik az átlagosnál jóval enyhébb időjárás. Éjjel nagy nedvesség tartalmú, holnap napközben már szárazabb, de egyre enyhébb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé. Az előttünk álló éjszaka megvastagszik a felhőzet, sokfelé párás lesz a levegő, kötfoltok is lehetnek. Éjjel több helyütt elered az eső, a délnyugati szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős időre lehet számítani, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Szorványosan előfordulhat kisebb eső, a délnyugati szél helyenként megélénkül. Délutára 8 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben.
A hétvégén, illetve a jövő héten változóan felhős, részben napos időre van kilátás, de tartósabban felhős, párás, ködös tájak is lehetnek. A ködös vidékeken szitálás is előfordulhat. Kettől az ország nagy részén erősen felhős idő lesz a jellemző, és elszórtan kisebb eső, zápor is várható. A maximum hőmérséklet jóval meghaladja az ilyenkor megszokottat, és az éjszakák is többnyire fagymentesnek ígérkeznek.